A Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület, a Helytörténeti Emléktár és a József Attila Művelődési Ház idén is időszaki kiállítást tart az Attila vonal birtoklásáért Dunaharaszti körzetében 1944-ben megvívott harcok emlékére. A kiállítás november 11-én nyílt, a II. Világháború témakörében rendezett tárlatról és az ahhoz kapcsolódó előadások részleteiről Máté József nyújt tájékoztatást. Vélhetőleg ez az utászoknak a térképe volt, akik itt voltak Dunaharasztén, de konkrétumot ebben a dologban nem igazán tudunk mondani, mert gyakorlatilag ez dédnagyanyámnak a szekrényéből került elő. Ugye őnála nagyon sokszor vendégeskedtek magyar katonatisztek, és hát lehet, hogy ott vette az egyik, vagy nem tudom, hol szerezték, de miután ő meghalt a 70-es években, a család megtalálta nála a szekrényben ezeket a térképeket. A legfontosabb az, hogy a Dunaharaszti II. Világháborús történetét feldolgozandó kiállítást megtekinthetik. Ugyanakkor több rendezvény is lesz, előadások, ebből lesz pénteken 2 és szombaton is 2. Pénteken dr. Számvéber Norbert hadtörténész a Budapest erőd című könyvnek a könyvbemutatóját tartja, és utána Túróczi Attilának lesz egy igen lebilincselő előadása. Szombati napon pedig a Magyar Királyi Honvédségben rendszeresített kitüntetésekről lesz 2 előadás is, amit nagyon-nagyon ajánlok mindenki figyelmébe, mert igen-igen komoly előadók fogják ezt bemutatni, és mindenkinek nagy élmény lesz, hogyha ezt meg tudja nézni és meghallgatni. Hány órakor kezdődnek az előadások? A Számvéber Norbert könyve előadása lesz délután 5 órakor, és 6 órakor lesz a Túróczi Attilának az előadása. 2 előadó, igen komoly előadói múlttal és tudományos múlttal rendelkezik, érdemes lesz őket is meghallgatni. A szombati előadások kezdődő időpontja 14 órától lesz, és 15 órától, és utána egész este 8 óráig szabad foglalkozás minden látogatónak, és mindenkit szeretettel várunk, főleg a dunaharasztiakat. Főleg a dunaharasztiakat, mert gyakorlatilag ez a településünk történetéről szól, ez a kiállítás. Nagyon sok új egyenruhát mutatunk be, a tavalyihoz képest bővült a repertoár, úgy az orosz, mint a magyar egyenruhák terén, fotóanyagban is, és több információval is tudjuk még majd segíteni a látogatókat, hogyha valami érdekli őket. A katonai kiállítást november 16-áig minden nap reggel 9 és este 8 óra között tekinthetik meg a József Attila Művelődési Házban.